Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 135. adása. Mivel december 25-e van, úgy is mondhatnám, hogy a karácsonyi külön kiadás. Az évnek ez az időszaka meghittségről és a harmóniáról szól. Ilyenkor hagyományosan kellemes ünnepeket kívánunk egymásnak. De sajnos nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a boldogságot olykor megosztó témák métejezzik meg. Azt hiszem, képmutatás lenne, ha az egyik legmegosztóbb kérdést egyszerűen csak a szőnyeg alá söpörném. Úgy tartom, hogy igenis őszintén kell beszélni arról az igencsak heves vitákat szító kérdésről, ami szinte minden karácsonyi asztalnál felvetődik. A mazsoláról a beigliben. Én kifejezetten szeretem a mazsolát mindenben, így mindig értetlenül álltam azok előtt, akik hevesen elutasítják azt. Márpedig a jelek szerint vannak ilyenek bőven. Ennek az adásnak az apropóját is egy Twitteren elindult mazsola ellenes csörte adta. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon csupán egy hangos mazsolafób kisebbség tematizálja-e a karácsonyi közbeszédet, vagy valóban többen vannak azok, akik viszonyognak az egyik kedvenc édességemtől. De ezen kívül azt is szerettem volna megérteni, hogy mi motoszkálhat azoknak az ízlelő bimbójában, akik a pokol külön bugyrába száműznék a beigliben mazsolát csempészőket. Azt is meg szerettem volna nézni, hogy a szottyat kis szőlőszemen kívül más is egységbe kovácsolja-e az embereket, mondjuk az életkor, a környezet, ahol felnőttek, vagy mondjuk a szüleik mazsola szeretete. Úgyhogy összedobtam egy kérdőívet, amit először a Twitteremen és Tumblrön, majd a Szertár Facebook oldalán osztottam meg. Úgy vettem észre, hogy 70 kitöltésnél lanyhult az érdeklődés, nem is számítottam többre. De aztán történt valami. Egyre többen osztották meg különböző előjelű kommentekkel a tesztet, és végül ma 538 beérkezett eredmény után lezártam a gyűjtést, hogy ne kieshessek a feldolgozásnak. Itt pedig egyik ámulatból a másikba estem. De mielőtt az értékelésre rátérek, szeretném megköszönni a Szertárt Patreonon támogatóknak, hogy lehetővé teszik ezeket az adásokat. A hozzájárulásotok valóban sokat jelent, nem csak így karácsonykor, hanem úgy általában is. Nektek is, és mindenki másnak is boldog mazsolás vagy mazsolamentes karácsonyt kívánok, kinek-kinek ízlése szerint. Mert hogy bizony, elég markáns eltérés mutatkozik az egyes emberek mazsola szeretete között. A markáns mondjuk nem biztos, hogy a legjobb szó, lehet, hogy az extrém találóbb lenne. Bár a vitát tapasztalataim szerint kifejezetten a sütikben, krémtúrókban és egyéb édességekben található mazsora szokta kirobbantani, azért rákérdeztem arra is, hogy hogyan állnak az emberek a különböző feldolgozású mazsihoz. Ezt egy 5 fokozatú skálán néztem. Utálják, nem szeretik, közömbösek, szeretik, vagy egyenesen imádják a kérdéses formákat. A nyers mazsola esetében többségében a szeretők vannak, utánuk jönnek az imádók, és kevéssel lemaradva az utálók. A mazsola iránt közömbösek és az azt nem szeretők eltörpülnek hozzájuk képest. Egyetlen feldolgozottsági kategória van, ahol egyértelműen a gyűlölet uralkodik. A sós ételek berejtett mazsola esetében. Az ilyen kajákat illik torony magasan megvetni. Lásd még, havai pizza. A sós mazsolaédes kombóért rajongók néhány százalékot adnak csak ki. Megjegyzem, én ebbe a lenézett kisebbségbe tartozom. A továbbiakban, ha mazsolát mondok, ott mindig a sütiben, édességekben előforduló mazsolát értem alatta, hiszen ez az a forma, ami sokkal érdekesebb képet mutat. Azt tapasztaltam, hogy ezt vagy gyűlölni, vagy imádni lehet. Alig voltak olyanok, akiknek aztán tök mindegy. A negatív oldalon picit, tényleg csak icipicit, többen vannak ugyan, mint a pozitívon, de az extremitásokat sokkal érdekesebb megnézni. Míg az imádók másfélszer annyian vannak, mint akik csupán szeretik a mazsolát, a másik pólus szinte csak a gyűlöletről szól. Az utálók több mint 2,5-szer annyian vannak, mint azok, akik a nem szeretemet x-elték. Ez az adatsor azonban több érdekességet is rejt, de erre még visszatérek később. Egyelőre annyit jegyezzünk meg, hogy a mazsolát elutasítók valóban a leghatározottabb csoport. Mégis lehet azonban valami gazdasági ráció abban, hogy a túróstáskától a krémtúrón át a beigliig raknak mazsolát a termékekbe.
Összesen többen vannak ugyanis azok, akik imádják, szeretik a mazsolát, vagy éppen nem befolyásolja őket a választásban a jelenléte. Ezt támasztja alá az a kérdés is, ahol mindössze három lehetőség közül lehetett választani. 46%-nyi olyan ember állt szemben a közömbösökkel és a mazsoláért rajongókkal, akik ha csak lehet, inkább elkerülik a mazsolás sütiket. Nem mondom, ez alapján valóban rezeg a léc, de itt gyorsan azt is hozzáteszem, hogy a megosztottság miatt valószínűleg hajlandóbbak voltak kitölteni azok a kérdőívet, akik valamelyik extrém pólushoz húznak. Szóval ez az esetleges mintavételi hiba is inkább a mazsola használatot indokolja. De miben gyökerezhet a mazsola nem szeretése? Valószínűleg nem az előállítási technológiától való viszolygásban. Ugyan erre nem kérdeztem rá, de valószínűleg kevéssé is, mert hogy bizonyos mazsolákat nem pusztán kiraknak a napra vagy behajítanak az aszalógépbe, hanem a szőlőszemeket előzetesen valamilyen deszikáns közegbe helyezik, amit gyorsítja a vízvesztést. Ez nem valami 20. századi vegyipari konszern lobbizásának az eredménye, hanem nagyon régóta használnak káliumklorid, vagyis hamuzsír alapú lötyöket ilyen célból. Meg ugye ott van a szín megőrzését elősegítő kén-dioxidos kezelés, stb. Erre még véletlenül sem szerettem volna rákérdezni, mert nem akartam, hogy már maga a felvetés is félrevigye az eredményeket. Állítólag nem jók azok a kérdőívek, ahol a kérdésekbe ágyazva már vezetik is az ember gondolatát. Szóval először megpróbáltam más megosztó kaják hátterével összehasonlítani a mazsolisztikát. Ott van például a szintén megosztó koriander jól feltérképezett esete. Egy 2012-es Nature-ben megjelent tanulmány szerint van genetikai alapja annak, hogy valaki viszonyog-e a poloska ízért a kajájában. De az irodalmazási próbálkozásaim arra futottak ki, hogy a feltételezett mazsola aromára nem végeztek ilyen vizsgálatokat. De valószínűleg nem is végezhettek volna. A saját kérdőíves felmérésem szerint ugyanis nem a mazsola íz ludas a témában. Ennél a kérdésnél célra vezetőbbnek éreztem, hogy csak az extrém imádók és gyűlölők hozzáállását vizsgálom. Talán így jobban megérthetem, hol rejtőzik a különbség. Hozzám hasonlóan, akik szeretik a mazsolát, azt elsősorban a jellegzetes íze és az édessége miatt teszik. 60% válaszolta azt, hogy az édes mi volta fogja meg, a mazsola állaga 64%-ot ejt rabul, és egy kiugró 87% mondta azt, hogy a szájában jellegzetesen szétomló mazsola íz veszi le őt a lábáról. Ezzel én is tökéletesen így vagyok, és itt jött az egyik legnagyobb döbbenetem. A mazsolát utálóknak ugyanis többnyire nem az édes ízzel vagy az aromával van baja, hanem az állagával. 84% ugyanis kifejezetten ezt tartja undorítónak. Ezt az egyik válaszadó szövegesen is megerősítette. Kezdek rájönni, hogy a kaja állagokra vagyok finnyás, nem is az ízekre. Ez pedig egy nagyon fontos tanulság volt nekem. Másokból imádjuk mi, és másokból utálják ők a mazsolát. De mi húzódhat meg a háttérben? Az első ötletem az volt, hogy talán valami neofil-neofób felosztás lenne érdemes megnézni, vagyis hogy mennyire vonzódunk az új, szokatlan dolgok kipróbálásához, vagy vonakodunk tőlük. Ehhez ugyanis bőven volt közöm korábban, amikor rovarevéssel kapcsolatos foglalkozásokat és előadásokat tartottunk Portugáliában, de az erről szóló két videóm alatt is szépen rajzolódtak ki a határvonalak a két tábor között. Viszont valljuk be, ez nem a legjobb megközelítés, hiszen a mazsola nagyon régóta jelen van már a magyar konyha kultúrában. Bár Károli Gáspár még aszúszőlőnek fordította a Bibliájában, tudjuk, hogy nem a Botrytis cinerea a gombától összetöppett tokai szőlőbogyókat, hanem a mai értelemben vett mazsolát értette alatta. Bár az, hogy a 16. századi nyelvemlékekben megjelent a mazsola koncepciója, még nem jelenti azt, hogy széles körben elterjedt is volt. Apropó, nyelvemlékek. Egy gyors kitérő. A Nyelv és Tudomány portálon biztos leharapják a fejem a nyestesek, hogy egy neten elérhető etimológiai szótárt használtam forrásként, de ez szerint a magyar mazsola szó a malváziai szőlőfajták nevéből származik. A V kiesése után malása és mazsola alakban fordult elő. Mondjuk malása néven nem találtam nyomát a magyar történeti szövegtárban, malosaként viszont ott van a korpuszban. Először 1791-ben tűnt fel egy gazdasági leírásban.
A törökök kiváltképp borral, malosaszőlővel, sáfránnyal, pamuttal és sejemmel kereskedtek, írja a szerző. Na de hagyjuk az amatőr nyelvészkedést, és inkább térjünk vissza az imádatunk vagy utálatunk tárgyához. A lényeg úgy is az, hogy nem az újdonsága miatt viszonyulunk úgy a mazsolához, ahogy. Nem mintha ez bárkit meglepne. Kíváncsi voltam, van-e valami összefüggés a családtagok mazsola kedvelése között. Gondoltam, rákérdezek, hogy a kitöltők vérszerinti szülei, netán nagyszülei hogyan álltak a mazsolához, és megnézem, hogy van-e valami sejtelmes összefüggés. Aztán, ha igen, jót hümmögök azon, hogy vajon genetikai azok, vagy a környezet hatása a korreláció. A válasz lehetőségek szereti, nem szereti, és nem tudom, hogy szereti-e, voltak. Hát itt ismét pofára estem. Nem csak azért, mert nem találtam különösebb kapcsolatot, hanem azért is, mert meglepett, hogy a kitöltők háromnegyede úgy tudja, az édesanyja szereti a mazsonát, 60%-uk szerint pedig az édesapjuk is hódol a szottyat szülőszemek élvezetének. További érdekesség viszont, hogy alig voltak olyanok, akik szerint a felmenőik mazsola elutasítók lennének. A fennmaradó százalékok nagy része ugyanis olyan szülőket és nagyszülőket takar, akik ügyesen titkolják a gyermekeik, unokáik elől a mazsolához fűződő viszonyukat. Persze itt az is lehet, hogy közömbösek, de bénán állítottam össze a tesztet. Minden esetre ez az eredmény fölöttébb gyanús. Kicsit mélyebbre ástam az adatokban, hogy megtudjam, valóban egy generációs dologról van-e szó. Úgyhogy megnéztem, hogy a kitöltők kora szerint van-e valami látványos különbség a szülők vélelmezett mazsola szeretetében. A kamaszok egy kicsit nagyobb arányban jelölték, hogy a szüleik szeretik a mazsit, de egyrészt ők jó eséllyel még együtt élnek velük és frissebb az emlék, másrészt ez a különbség nem igazán volt kiugró a többi korosztályhoz képest. Persze az is igaz, hogy ennek a kérdésnek nem volt elég nagy a felbontása. Pusztán a szeret-nem szeret dihotómiára kérdeztem rá, így gondolom azokat leszámítva, ahol a szülő nem toporzékol látványosan megfeszült testtel, ha meglát egy mazsolaszemet, inkább a szeret rubrika lett bekattintva. Persze az is szerepet játszhat, hogy bár tényleg megosztó a mazsola kérdés, azért valószínűleg annyira nem tematizálja a családi közbeszédet, hogy megjelenjen a kérdőív eredményeiben. Valami azonban itt ismét meglepett. Amikor a korosztályi bontásban néztem a mazsolához fűződő viszonyokat, megdöbbentő adatokkal szembesültem. Az egyes korcsoportoknál az eltérést tapintani lehetett. Most ezekből az összehasonlításokból mazsolázgatok. Értitek, mazsolázgatok. Na mindegy. 30 év alatt többen utasítják el zsigerből a mazsolát, mint fölötte. További érdekesség, hogy 16 és 20 éves kor között a mazsolát kifejezetten utálók többen vannak, mint azok, akik szeretik és imádják összesen. 26 és 30 év között viszont megfordulni látszik a statisztika, bár itt is többen vannak azok, akik határozottan utálják a mazsolát, mint azok, akik kifejezetten imádják, de itt a mazsolát valamilyen szinten kedvelők már egy kis előnyben vannak. 30 fölött a kedvelők már határozottan lenyomják a fanyalgókat, 40 fölött pedig a mazsola imádók hatalmas fölénnyel utasítják maguk mögé azt a nagyon kevés mazsola utálót, ami ebben a korcsoportban van. Ez viszont tényleg azt támasztaná alá, hogy a felmenők jobban megvannak a mazsolával, mi több, szeretik azt, mint a fiatal generációk. Tanulság: akinek kamasz gyereke vagy unokája van, a családi béke érdekében figyeljen arra, mit rak a sütibe. Jó kérdés, hogy ez a korosztályi megoszlás minek köszönhető. Valóban a korral változik az ember ízlése, vagy azok, akik a 80-as, 70-es vagy még korábbi évtizedekben gasztroszocializálódtak, magukba itták-e a mazsola szeretetét? Önbevallás alapján úgy tűnik, az ízlésváltozás nem számottevő. Akik most imádják, 97%-ban mindig is így voltak vele. De az utálók jó része, 84%-a is világéletében elutasító volt. De hogy náluk mitől állt be a fordulat, az rejtély. Egy-két traumatikus élményt leszámítva, ahol rovarlárvát találtak a mazsolában, senki nem tudott olyan meghatározó eseményt említeni, ami elfordította volna őt a mazsolától. Többnyire a szabadon kifejtős résznél is csak azt hangsúlyozták, hogy mennyire utálják.
Próbáltam volna megnézni, hogy a gyermekkori környezet mennyire befolyásolja a mazsolával szembeni érzéseket. Ha voltak is helyenként kiugró értékek az egyes megyék között, a kitöltés egyenetlensége miatt ezek nem túl megbízhatóak. Összegezhettem volna a megyék adatait régiók szerint, de az meghaladja most a kapacitásomat, úgyhogy inkább a település típusokat néztem. Van-e különbség a főváros, megyeszékhelyek, más városok és falvak között? Szerencsére minden kategóriában bőven voltak értékelhető adatok, és meglepetések is. Bárhol is nőjön fel az ember, két dolog igaz. Az egyik, hogy alig vannak mazsolával szemben közömbös emberek, illetve hogy az utálók külön kasztot alkotnak. A falvakat leszámítva az imádók is határozottan többen vannak, mint azok, akik csak simán szeretik a mazsolát. A kis településeken ugyanis a mazsolát kedvelők és kifejezetten imádók nagyjából ugyanannyian vannak. A legkevesebben a fővárosban vannak azok, akik csupán nem szeretik a mazsolát, itt is a gyűlöletnek van egyszerű többsége, a kedvelők és imádók pedig csendes többségben állnak értetlenül előttük. Meglepetést okoztak viszont a megyeszékhelyeken felnőtt kitöltők, itt ugyanis 10-10% azoknak az aránya, akik nem szeretik, közömbösek vagy szeretik a mazsolát, a maradék 70% pedig az extrém gyűlölők és extrém imádók között oszlott meg. Mazsola szempontból úgy tűnik, hogy a megyeszékhelyek a legpolarizáltabbak. Ahogy viszont sejteni lehet, nem ez a demográfia az, ami meghatározza, hogy valaki szereti a mazsolát vagy sem. Hanem a nem. A kitöltők ivararánya egész kedvező volt, körülbelül fele-fele arányban volt a két cisz nem, így egész jól össze lehetett vetni őket. A hipotézis az volt, hogy a nők inkább kedvelik, a férfiak inkább nem kedvelik a mazsolát, ezt pedig két dologra alapoztam. Az egyik, hogy a személyes beszélgetések, N=2 kettő fő, 100%-ban ezt jósolták. Tudjátok, a nők szeretik az édességet, az édesborokat, a likőröket, stb. Ezzel szemben az igazi férfi sót sóval eszik, ezt a legkeserűbb sörrel öblíti le, a nem száraz bor pedig nem is bor. De a sztereotípiáknál árulkodó volt, hogy ahol a felmenők mazsola szeretetére kérdeztem, a női rokonok, az anyák és nagymamák mazsola szeretőbb hírében álltak, mint a férfiak. No, mit gondoltok, megállta a helyét a felvetés? Hát, az a helyzet, hogy a nők a férfiakhoz képest rühellik a mazsolát a sütikben. Bár a közömbös és szereti kategóriában fejfej mellett van a két nem, a nem szereti rubrikát viszont másfélszer annyi nő x-elte részarányosan, mint férfi. Az utálók között is többen vannak kicsit a nők, de a mazsolák iránti lelkesedés az, ami végképp megosztja a két nemet. A férfiak 31-22% arányban tudják maguk mögött a nőket, ha a mazsola iránti rajongásról van szó. Bár most nem találtam meg azt a régi tanulmányt, de úgy rémlik, hogy a felmérések az italok kapcsán is megdöntötték a társadalmi előfeltevéseket, szóval ez az eredmény valahol várható volt. Nagyon sok statisztikát lehetne még csinálni a válaszokból, aki szeretné, annak a nyers adatokat elérhetővé teszem egy linken az adáshoz tartozó jegyzetekben. Az értékeléshez én párhuzamosan használtam a Google Spreadsheet, illetve a LibreOffice Calc beépített eszközeit. Elismerem, hogy bőven lehetett volna csiszolni a kérdőív módszertanán, sokszor azután vertem a fejem a falba, hogy már közzétettem. De az is igaz, hogy sok kérdés csak azután vetődött fel bennem, hogy az eredmények kezdtek felsejleni. És hogy mi összegzésként a tanulság? Hát egyrészt, még ha nem is reprezentatív a felmérés a teljes lakosságra, jól látszik, hogy a mazsola gyűlölet valóban kiugró értékeket mutat, és hiába vannak valamivel többen azok, akiknek semmi bajuk a mazsival, netán kifejezetten imádják is, az undor emberei vehemensen ragaszkodnak az igazukhoz, pláne ha a mai kor serdülőiről van szó. Kiderült az is, hogy nem a mazsola az, amire a párválasztásunkat alapozzuk. Körülbelül egyharmad-egyharmad arányban voltak azok, akik szerint a párjuk szereti vagy nem szereti a mazsolát. A válaszadók egyharmadának meg lövése sincs a választottja választásáról. Érdemes viszont odafigyelni, mert itt még lehetnek lappangó konfliktusok. Jó hír viszont, hogy sikerült fényderíteni arra, hogy a szeretet és a gyűlölet más-más talajból táplálkozik. Az előbbinél az íz, az utóbbinál az állag az, ami meghatározó. Remélem, ez a felmérés segített érzékenyíteni mások problémájával szemben, és elindulhat egy széles társadalmi párbeszéd, aminek az eredménye egy valóban boldog, meghitt és szeretetteljes karácsony lesz. Mazsolával
vagy anélkül. Köszönöm az egész éves figyelmeteket, külön köszönöm a www.patreon.com/szertár oldalon a jelképes előfizetők támogatását. 2019 első adása várhatóan január 6-án vagy 7-én jön majd, a sztár vendégekkel már folyik az egyeztetés, szóval attól függ, mikor tudjuk felvenni az adást. Addig is további boldog karácsonyt és jó szilveszterezést kívánok nektek, sziasztok!